egyszer. Nem mondhatom, hogy könnyű volt a szakítás, bár most már jól érzem magam. Bizony távol van már az idő, amikor a Fonogram zenekar az ország egyik legnépszerűbb együttese volt. És az még régebben, amikor a Tolcsvai zenekar először hódította meg a fiatal lányok szívét. Egy virág, árván egy magában. Egy lány, hófehér ruhában. Eljött egy lány, árván egy magában, és szól. Először Tolcsvai trió néven jöttek létre. Balázs Gábor, Tolcsvai Béla és Tolcsvai László összeállításban 1967-ben. Tehát akkor már az Élés Együttes 5 éve játszott, és ugye már a Szörényi Bródi páros is már 2 éve magyar számokat alkotott. De nekik egyébként tényleg ők voltak az első számú Magyarországon legalábbis példaképeik, míg aztán persze Tolcsvai Lászlónak Paul McCartney, és nyilvánvalóan a testvérnek is Paul McCartney, és az egész Beatles volt a nagy példakép. De játszottak ők egyébként korábban, mármint mondjuk Tolcsvai László másik zenekarban, Shadows-t, és egyébként még sok minden mást. És aztán mégis 1970-ben lett az a nevük, amit az előbb említett, hogy Tolcsvaiék és a trió, mert ugye ott akkor már 3+2 felállásban összesen 5-en voltak. És egészen 1973-ig játszottak ebben a felállásban, majd aztán szépen lassan átváltott ez az egész, az Illés és a tulajdonképpen a Tolcsvai fúziójából, nyilvánvalóan az adott embereket kiszemezgetve mindkét zenekarból, Fonográf együttes. És ők 1974. január 1-től 84-ig, tehát durván 10 évig működtek. Megpróbáltak egy kicsit a countryt is, meg a népzenei motívumokat is bele illeszteni a zenükbe, de ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy még az osztrák-magyar monarchia hagyományaira kicsit felülve, nem azt mondom, hogy operettesítették, de mégiscsak olyan érzése volt, ugye lásd az Edison nagylemezüket, vagy a Fonográf, maga az elnevezés is erre utal, ugye 1911 óta létezik Fonográf, tehát hogy erre a millióre, erre az imidzsre hajazva nagyon igényes zenét játszottak, és egyébként hozzá kell tenni, hogy ezt a stílust, amit ugye Bluegrass-nak neveztek el, ők azért egy angol nyelvű lemezen is meg tudták jelentetni. A zeneműkiadó egyik munkatársa, Kniss Gábornak a jelentős menedzseri munkájának köszönhetően, és utána pedig még arra is tettek kísérletet, hogy a Wembley stadionban, Wembley arénában játszanak, de oda helyettük aztán később a Bojtorjánt hívták meg. Ettől eltekintve a Fonográf zenekar befutotta azt a sikert, ami egész zenei előilletükből eredően kiárt nekik. Tolcsvai László pedig a zenekar oszlopos tagja és zeneszerzője is volt, mindahogy ő az, aki zenét írt Kovács Katinak, Zalatnai Sarlottának és természetesen Kon Zsuzsának is. A Fonográf sikere a zenei összhangban volt, mondja. Az egy nagyon jó képességű, mindenki multifunkcionális zenész volt a zenekarban, tehát mindenki énekelt és játszott valamilyen hangszeren. Zeneszerzők voltunk, és amikor zenét írtunk, azt átfogalmazódott egy-egy zenekari próba közben is, tehát áthatottuk egymás zenéjét, és nagyon tudtunk együtt muzsikálni, és örömet okozott az együtt muzsikálás, ez is egy nagyon fontos dolog. Én azt állapítottam meg épp tavaly előtt, mikor volt az utolsó buli? Tavaly volt, hogy a Fonográf 6 embere összehoz valami olyan közös lelkületet, ami mint egy 7. tagként képviseli azt, amire te most rákérdezel. Nem tudom megfogalmazni, hogy az micsoda. Az a végtelen öröm, összecsengés és a korai időszakban nagyon, nagyon szoros barátság is jellemezte a zenekar tagjait. És hát a közös élmények nyilván inspiráltuk egymást, én úgy érzem. Mind
mindenképpen hat olyan erős egyéniség volt, akik külön-külön is önmagában is megállták a helyüket a pódiumokon, mindenféle könnyűzenei pódiumon, és valahogy ezeknek az erőknek egy olyan szinergiája volt megtapasztalható, ez egy divatos kifejezés, de fonográfra azért lehet alkalmazni, összeadódtak ezek az energiák, és nagyon szépen, stílusosan tudtak változatos zenét játszani. Tehát ebben ez az érdekes, hogy játszottak ők még kemény rock számokat is, hát a Benghazi című számuk az egy kifejezetten hard rock nóta. Mint ahogy van, ahogy az előbb említettem, egy kicsit operettes beütésű, de van jazz rockos beütésű, és ugye country számokat is játszottak. Nem kell nekem, hogy válaszolj! Nem kell nekem, hogy válaszolj! Én azt gondolom, hogy minden zenekarnak, minden ilyen emberi társulásnak, főleg ha ilyen művészi társulás, akkor van egy felfutása, egy lefutása, egy stagnálása, nem tudom én. Magyarázom ezt így utólag, de azt hiszem, hogy a fonográf betöltötte azt a 10 év alatt, betöltötte azt, amit neki meg kellett tennie, és hát boldogan emlékszem rá vissza. Nem volt egyszerű az életük. Sokszor a magyar kultúrpolitika üldözöttjei közé tartoztak, voltak letartóztatva, elhallgattatva, és a Magyar Rádió nem játszotta a dalaikat. Ennek ellenére vagytán éppen ezért óriási rajongótáborral bírtak, és bírnak még ma is, ha néha napján még színpadra állnak, úgy, mint régen.